kerékpárral érkeztek Rájsekból a Baranyai Magyar Bolyba. Még az esős időjárás ellenére is teljesítették a távot a németek, hogy eljussanak testvérvárosukba. Itt pedig már a művelődési házban kocintanak és beszélgetnek a vendégek és házigazdáik. A két város közötti kapcsolat egyébként a pécsi és a Bajor Vöröskeresztnek köszönhető, mondta a Magyar Bolj polgármestere. Blázsovics Attila hozzátette, eleinte kulturális kapcsolatot ápolt a két település, ez azonban mára már barátsága alakult. Ez volt az eredeti elképzelésünk, amikor ezt a partnerkapcsolatot létrehoztuk, hogy magyar bolyi embereknek is legyenek személyes barátai külföldön, és így egy kicsit jobban kilássanak a világban. Rájsek egyébként egy körülbelül 2000 fős település Bajorországban. A testvérvárosi kapcsolat megkötése óta minden évben ellátogatnak a németek Magyarországra és fordítva. Magyar Bolj sportos megközelítésének ötlete a bajoroktól származik. Ilyenkor ugyanis önkormányzati választások vannak a térségben, ebből az alkalomból pedig kirándulásokat szerveznek a képviselőtestületnek és a lakosoknak. 1050 kilométer gefahren. 1050 kilométer teljesítettünk 7 nap alatt. Csak egy nap pihenőt iktattunk be Budapesten. Igazából nem is a kerékpározás volt a nehéz, inkább a hőséget elviselni. Többször is volt olyan nap, amikor 36 fokban tekertünk le 150 kilométert, de a hazavezető utat már busszal fogjuk megtenni. A Bajor csapat egy hétvégét töltött Magyar Bolyban. Ez idő alatt megismerkedtek a faluval és a lakosokkal is, hiszen idén is érkeztek olyanok, akik még soha nem jártak Magyarországon. A találkozó célja a baráti kapcsolat elmélyítése és megerősítése.